nekem az a szabadság, az az igazi szabadságélmény, hogyha nem kell a falig elmenni ahhoz, és nem kell nagyon elkeseredetnek lenni ahhoz, hogy kimerjen fejezni a véleményemet. Sokszor jártam úgy, hogy kimentem egy tüntetésre, és ha én magam nem is éreztem azt, hogy gond lehet abból, hogy mondjuk felvesznek a kamerák, és szerepelni fog az arcom felvételekben, mint résztvevő, de körülöttem lévő emberek közül sok olyan lehet, akiben benne lehet ez a szorongás. Tasznak nagyon sok olyan ügye volt, és nagyon szimpatikus lett ez alapján, amikor valaki az ellenvéleményét kifejezte, és emiatt meghurcolták. Ezek olyan ügyek, amik nagyon kiszolgáltatott emberekről szólnak, nekik nagyon sokat segítenek személyesen is, viszont túl az ő saját életükön és helyzetükön a társadalom szélesebb rétegei számára is fontos üzenetet hordoznak. Esélyük van megváltoztatni a közvéleményt és a közvélekedést egy-egy ilyen ügyben. Ami pénzt a civil szervezeteknek adsz, ami pénzt a TASZ-nak adsz, hogy igazán érzed, hogy ez a pénz dolgozik és jó ügyeket szolgál. Ez egy igazi befektetés a jövőben. A szabadság cselekvés, választás, döntés.